Néhány nappal ezelőtt konzultációra hívta az ipartestületi tagokat, de gyakorlatilag minden kisvállalkozásban érdekelt gazdasági szervezetet és vállalkozót az idén éppen 100 éves Ajka Devecserés térsége ipartestület. A műhely munka célja az volt, hogy mindannyian vegyék komolyan az úgynevezett kiberbiztonságot és a kiberhigiéniát, ami azt jelenti, hogy ismerjék a digitalizáció terén a rájuk leselkedő veszélyeket, és legyenek felvértezve a virtuális térből érkező esetleges támadások ellen. Ez a támadás érkezhet telefonon keresztül az internetről, minden elképzelhető és elképzelhetetlen formában. Ezért kezdett együttműködés az IPOS is az IVS-szel, a Digitális Vállalkozók Szövetségével, ami elegendő szellemi tőkét halmozott már fel a digitális technika veszélymentes használatához. Ez azonban csak egy lehetőség, amivel élni kell. Ezt megkönnyíti az Európai Unió, ami a kisvállalkozások számára ingyenesen lehívható, 3 évenként megújuló 300 000 eurós úgynevezett de minimis keretet biztosít, amit bármelyikük igénybe vehet a digitális védelmi rendszerének kialakítására. Ehhez nyújt számukra segítséget és eligazítást az ipartestület is. Gyakorlatilag ezek az online digitális képzések, amelyen mi most itt együttműködve az IVS-szel tartunk. Ez egy ingyenes képzés, ugye ez, nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez egy olyan fontos része ennek, hogy gyakorlatilag ingyen jut hozzá információkhoz, tudáshoz az a vállalkozás, aki ezen a képzésen részt vesz, illetve eljön és meghallgatja részt az előzősokat. Ez nagyon fontos, mert gyakorlatilag mai olyan problémákkal élünk ma szinte folyamatosan, amikor támadják az adatainkat, elviszik az adatainkat, elviszik a személyiségünket, sok esetben még a pénzünket is. Tehát itt gyakorlatilag most erre kapunk egy választ, felkészítenek bennünket, hogy egyáltalán hol, milyen módon próbálják ezt megtenni velünk, és hogy hogyan kell erre felkészülni. Illetve hát azért ennek van egy olyan vonzata még, hogy azért a nagyvállalatoknál itt azért a kibervédelemre fel kell készülni. Azoknak ugye auditációt kell erre végrehajtaniuk, hogy ezek megfelelnek az előírásoknak, és bizony azok a kisebb vállalkozások, aki ilyen nagyvállalatnak a beszállítója, az is érintett lehet ilyen szempontból, hiszen rajtuk keresztül is akkor támadás érheti akár a nagyvállalatokat is. Hát arról nem beszélve, hogy azért itt elhangzik majd ezen az előadáson, hogy hogyan kell esetleg arra védekeznünk, hogy az ellopott adatainkat hogyan tudjuk helyreállítani, hiszen ha tönkre teszik mondjuk, vagy éppen tényleg tönkre, vagy valami más egyéb oknál fogva az az adathordozó eszközünk, amellyel dolgozunk, és az adatokat tároljuk, akkor ezt valahogy vissza kéne szerezni, hiszen az is egy... mármint az adatokat visszaszerezni, hiszen az is egy nagy kiesés lehet, hogyha ezek az adatokhoz csak lassan felépítve jutunk újra hozzá, vagy egyáltalán nem is jutunk hozzá, és nem tudjuk pótolni, akkor ez bizony lehet, hogy bevételkiesés, vagy éppen egy olyan haszontól esünk el, ami az üzleti életben azért a vállalkozásokat keményen érinti. Mi a célja ennek az előadásnak? Ráijeszteni a vállalkozókra? Abszolút nem. Szerintem mindenkinek van olyan ismerőse, aki tapasztalt már valamilyen visszatérő. Mindenkinek van valami rossz élménye, vagy saját magának, vagy a baráti körében. Nem hiszem, hogy mi különösebben rá tudunk ijeszteni bárkire is. Inkább az a célja, hogy ne úgy érezze, hogy ő tulajdonképpen egyedül van ebbe, és tanástalanul áll, hanem az, hogy leginkább amire tud számítani, nem egy külső szakember, hanem saját maga. Ez a legfontosabb, hogy az embereknek a saját magukba kell kialakítani egy jó gyakorlatot. A emberi kapcsolatokra nézve, kiben bízunk meg, információforrásra nézve, kiben bízunk meg, az kapunk egy levelet, egy SMS-t, egy üzenetet, az megbízható forrásból jön. Hogyha elmegyünk egy internetes boltba, az megbízható-e vagy nem. Igyekezzünk arra, hogy mi kezdjük a kommunikációt, ezt megbízható módon alakítsuk ki, és minden külső, aki próbál minket manipulálni, sürgetni, érzelmeinkre hatni, social engineering, vagy más néven pszichológiai manipulációval minket elérni,
azzal legyünk gyanakvóak és próbáljuk magunkat távol tartani. Ezért is az előadásnak a címe nem az, hogy kiberbiztonság, meg így véd meg a cégednek a informatikai hálózatát, nem egy technológiai előadásról beszélünk most, hanem emberiről. Hogyan védekezzünk, hogyan legyünk kibertudatosak, milyen kiberhigiéniát, napi egészségügyi intézkedés, egy józan ésszel hozzálátva, hogy kinek mi az érdek, amikor mit akarnak tőlünk, és hogyan járjunk el ezzel kapcsolatban. Tehát az előadás célja ennek a kiberhigiéniának a tudatosítása, tudjuk mik az adatunk, mit az értékeink, mi az, amit akarnak tőlünk, és hogyan tudjuk ezt megakadályozni, hogy bármi veszteség érjen ezzel kapcsolatban minket. A másik ilyen fontos dolog talán és talán a legfontosabb, ami majd a végén, az előadás végén is kitérünk erre, hogy egyáltalán magát, a pénzünket is hogyan próbálják elvinni. Tehát nem csak az adatainkat, hanem visszaélve az adatainkkal a pénzünket is próbálják a számláról levenni, és hát erre is egy ilyen megoldásokat kell találni, vagy megpróbáljuk ezeket a megoldásokat megtalálni, hogy hogyan kell ez ellen védekezni, milyen adatokat ne adjunk meg, hogyan védjük magunkat, akár több lépcsős adatvédelmet, hogy hogyan használjunk, ez mind a mai előadásnak a programja. Ezen a területen még számos tennivaló akaszhat, hiszen itt az előadáson is tapasztaltuk, hogy nagyon kevesen ismerik akár a kiberhigiénia fogalmát, vagy nagyon kevesen foglalkoznak tényleg halálosan komolyan a kiberbiztonsággal, pedig néha a személyiségünk, az egzisztenciánk is múlhat rajta. Mert azt gondoljuk, hogy ez egy technológiai kérdés, és a technológiára megvannak a szakértőnk, a barátunk, egy nagyobb vállalatban az informatikusunk, aki ezzel foglalkozik. De nem, ez nem technológiai kérdés, hanem pszichológiai, személyi kérdés, hogy kiben bízunk meg, mire kattintunk rá, mit hiszünk el a világról, mennyire vagyunk átverhetőek. Ugye mindenki ismeri, mindenki, aki e-mailt valaha használt, kapott már nigériai hercegtől nagyobb pénzösszeget, hogy őt azt most nála költeni el, vagy amerikai katonától, aki lábadozott, hogy akkor most ő beleszeretett az illetőbe. És az a baj, hogy vannak olyan emberek, akik ezt nem egyszeresnek áldozatra. Van olyan, aki három ilyen trükknek folyamatosan jó hiszeműek vagyunk, olyan a neveltetésünk, olyan a szocializációnk, hogy elfogadjuk, de teljes, és ezért megtéveszthetőek is vagyunk. Nyilván egy személyes kapcsolatban ez könnyebben elbírálja az ember, jobb a ítélő képességünk, de egy internetes kapcsolatban egy messziről jött ember azt mond, amit akar, azért sokkal könnyebben megtéveszthető, még a legprofibb szakértő is. Tehát lehet, hogy technológiai valaki nagyon fejlett, de lehet, hogy emberileg meg könnyen motiválható, sürgethető, fél a büntetéstől, fél, hogy kimarad valamitől, magyarul manipulálják, egy pszichológiai manipulációnak az áldozatává válik. És ezt különösen, hogy egy régebbi rendszerbe szocializáltuk, akkor teljesen más jellegűek voltak az emberi kapcsolatok, sokkal személyesebbek voltak, és nem volt ilyen tapasztalata, nem úgy szocializálódott, a mai világban sajnos bizony áldozatul esett könnyedén. Aztán ennek lehet folytatása, hiszen tulajdonképpen ez a konzorcium, amelyen most az IBS-szel mi részt veszünk, illetve hát amiben az IBS részt van, az ugye több egyetemet is magával foglal, ahol olyan szakmai tanácsadók tudnak tanácsot adni egy-egy vállalatra, akár célzottan is egy-egy folyamatra, amely szintén egy ingyenes tanácsadás lehet, és ugye felmérve a vállalatnak vagy a cégnek az adott szükségletét, hogy mire kér tanácsot, vagy éppen egy géptelepítésnél, hogy hogyan tudja, vagy egy szoftvernél, hogy hogyan tudja ezt saját magánál felhasználni, mennyire jó ez őre, ezt már kipróbálhatja szinte előre, és a tanácsadókkal együtt kidolgozhatják ennek a lehetőségét, hogy hogyan tudja ő majd alkalmazni az üzleti életében ezeket a szoftvereket, akár vagy éppen gépeket. Mi a nulladik lépés? Tehát még egy kis vállalkozó hogyan kezdheti el a saját rendszerének a védelmét? A saját rendszerét úgy kezd, hogy leül, és elkezd józan ésszel gondolkodni. Mik azok az adataim, amik bárki másnak értéket jelenthetnek? És most nem arra gondolok, hogy eladják, hanem azt felhasználják valamihez.
mi az, amit kell védenem, mi az a rendszerben, miért, mit akarnak tőlem, nyilván a pénzemet, ez triviális állítás, hogy valahogy majd a pénzt ki akarják csalni tőlem. Erre is van az, hogy milyen módon, mit várok az, hogy egy webáruházon megpróbálnak átverni, vagy megpróbálnak arra rávenni, hogy olyan száma számra utaljak, ami nem az én partneremé. De nem feltétlenül rögtön pénzügyi, hanem egyszerűen a saját adataimat csalják ki tőlem, hogy ennek a segítségével másokat, például az én üzletfeleimet megpróbálják megtéveszteni, átverni. És ez a fontos, egy leülés, egy végiggondolása, hogy mi nálam az érték, mit akarhatnak tőlem, hogyha nekem valami elveszik, akkor az mennyi idő kárpótolni, hogyha nekem az eset digitális életem, ellopják a telefonomat, mennyi idő, mire vissza tudom állítani egy másik telefonon a előző digitális életemet. Tehát ez a leülés, józan fejjel gondolkodás, ez a legelső. Ebben természetesen vannak történetek, amik segítenek. Ez az előadás is arra próbálja motiválni az embereket, és arra próbálja rávenni, hogy üljön le, gondolja végig, elemezze a kockázatokat, és utána megfelelő, arányos, meg amit megengedhet magának intézkedéseket, azokat hozza meg. Tehát ez mind-mind gyakorlatilag a de minimis hitel keretére elszámolható költségek. Azt azért tudjuk vállalkozásként, hogy ez egy olyan utalvány, ami 3 évente eleve megújul, illetve hát, hogy a vállalkozások nem igazán tudták az elmúlt időszakban sem kihasználni ezt a lehetőséget, és most itt vannak ezek a lehetőségek, hogy ezek a képzésekben, tanácsadásokban részt vegyenek a vállalkozások, és akkor ezt a utalványt fel tudják használni a saját kis vállalkozásokban. Egyébként az ember nem is gondolná sokszor, hogy mennyi helyen használjuk a digitalizációt. Nem vagyunk a tudatában, hogy mindannyian használunk digitalizációt, mindannyian használunk felhőt, mindannyian használunk mesterséges intelligenciát, mert lehet kérdezni, hogy de hát hol, mikor találkozok vele? Igen, amikor bekapcsolom a telefon. Onnantól kezdve ez mind, és mindenkinek ott van a kezében már az okos telefon. Most egy speciális kérdést tennék föl. Említette, hogy jövő év, január 15-től azt hiszem kötelező lesz a kétfaktoros azonosítása ügyfélkapun is. Ez hogyan érintheti a könyvelőket? Ugye sokan azt csinálják, hogy megadják az adataikat a könyvelőjüknek, és ő intéz minden ilyen tevékenységet. Ez erre lehetőség lesz? Következő? Ez abszolút lehetőség lesz. Tehát van egy általános vetülete, meg van egy specifikus a könyvelőkkel kapcsolatban. Az, hogy sokan ezt a nem túl jó gyakorlatot választották, hogy a saját személyes adataikat adták oda másnak, aki azzal nyilván egy megbízható szakember belép és intézi az ügyeit. Mindannyian életünkben van egy, hogy meghatalmazást adunk másnak. De ezt valóban nem csak fizikai, én megbízom valakit, hogy intézze, menjen be helyettem megbízok az ügyvédet, hogy intézze helyettem a szerződést. Megbízom a könyvelőmet, hogy járjon el helyettem a dalnál. Ez teljesen jó, csak ennek van egy formája. Ez egy meghatalmazás. És ezt ugyanúgy meg kell tenni, ezt a lépést nem szabad kihagyni. Igen, adminisztrációban nem biztos, hogy azok a felületek a legbarátságosabbak, amiken keresztül elektronikusan meg lehet tenni, de meg lehet tenni, tegyük meg. Bízzuk meg a könyvelőket fizikailag, és ne a jelszavunkat, meg a személyes adatunkat adjuk ki. És általánosabbat, ez az általános vezetők, senkinek ne adjuk oda. Mindenkit meghatalmazzunk valamilyen úton, módon. Az ő nevébe az én meghatalmazásomban az a rendszer tudja, hogy én meghatalmaztam, kezelheti az adatomat. Ez teljesen rendben van, ez egy jó munkamegosztás, ez egy jó gyakorlat. Az, hogy az én nevemet használja fel arra, hogy elintézze, és nem a sajátját és a meghatalmazást, viszont egy rossz gyakorlat, amin tovább kell lépni. Hogyha ennek valami akadálya van, a nagyobb könyvelőirodák azok megküzdenek azzal, hogy a sajnos egy meghatalmazás az névre szól, tehát egy ügyintéző bízok meg, és nem egy könyvelőirodát. Egy ügyvédi irodát meg tudok bízni, és ez a MKOK-nak ez a panasza, hogy egy könyvelőirodát is lehessen általánosságban megbízni. Nem tudom, mennyire nem vagyok könyvelési szakember, hogy ez jó gyakorlat, vagy nem gyakorlat, vagy az az általános, ami most is lehetőség, hogy egy személyre szóló megbízást adok. Ez lesz a jó gyakorlat, ezt meg kell oldani a szervezeteknek, ezen túl kell lépni. Reméljük, hogy ez megtörténik január 15-ig. Ez
vonatkozik azokra is, akik nem az IPOSZ-tag tagjai, tagszervezetei? Természetesen mindenkire. Ma is vannak itt olyan vállalkozások, akik ugye itt pont az IPOSZ-nak a 100 éves évfordulójához kapcsolódóan támogatták akár az ipartestületet, vagy éppen ismerik az ipartestületnek a működését, és támogatják amúgy is, vagy éppen beszállítólag ilyen valamelyik vállalkozás ennek a másik vállalkozásnak, és itt az együttműködések lévén is behívtuk őket, de egyébként ez minden magyar vállalkozásra igaz, aki ugye kis és közepes vállalkozás, hogy ezt a de minimis keretet ezt tudja használni ezekre a képzésekre, és be tud jelentkezni ezekre a képzésekre. Az IPOSZ ebbe ugye egy közvetítő szolgáltatást végez igazándiból, és felhívja a vállalkozásai figyelmét, illetve azokat a társszervezeteket vagy vállalkozásokat, akik vele együtt dolgoznak, hogy itt van egy ilyen lehetőség, amin részt lehet venni.